A hazai pályán aratott hétközi 3-0-ás győzelme után vasárnap lépett pályára a bajnoki címvédő Vasasjóbuda otthonában a Fátum Nyíregyháza. A mérkőzést a házigazda kezdte jobban, az első szettben 15 pontig jutottak a vendégek. A második játszmában sem változott jelentősen a játékképe, 25-19-re a Vasas nyerte a játékrészt. A harmadik szett pontot is tett a találkozó végére, a 16 pontig jutó nyíregyháziak 3-0-ás vereséggel távoztak a fővárosból. Pillanatnyilag még számomra is megfejthetetlen. Nem is az, hogy kikaptunk és 3-0-ra, mert lehet kikapni úgy is, hogy mondjuk 2 pontos különbséggel, hanem igazából legyünk őszinték, hogy ez csúnya volt. Tehát azért tényleg 3 nappal előtte megverjük itthon simán őket, és gyakorlatilag még simában 15 meg 16-os játszmákra kikapni. Erre pillanatnyilag nem nagyon találom a magyarázatot, megmondom őszintén. Mérhetetlenül csalódott vagyok, és főleg elsősorban azért, mert igazából egy darab játékosa volt, aki a pályán úgy fölállt volna, hogy na, lányok, kapjuk össze magunkat, hanem ezt hagytuk, hogy ma ilyen napunk van. Megmondom őszintén, hogy ebből a szempontból lehet, hogy túl sokat várok, de nem csak akkor kéne csapatként viselkedni, amikor jól megy a pályán, meg amikor tényleg minden jó, hanem amikor probléma van, illetve amikor mondjuk az ellenfél tényleg látszik, hogy nagyon összefelszívta magát. Sajnos ez már nem először jön elő, hogy ilyenkor nincs egy vezér a pályán. A nyíregyházi játékosokra 2 találkozó is vár a héten, csütörtökön Jászberényben magyar kupa mérkőzés játszik Hollósi László együttese, majd szombaton bajnoki meccsen ismét a Jászberény következik a Continental Arénában. Most a következő dolgokra kell koncentrálni. Én mindig azt mondom, hogy amikor nyilatkoznak olyat, hogy el kell felejteni ezt a mérkőzést, nem kell elfelejteni ezt a mérkőzést, hanem ezeket az érzéseket föl kell használni. Nyilván ezt már nem tudjuk megváltoztatni, ezt a mostani mérkőzést, de most kéne az, hogy a lányokban egy belső dacot és egy még nagyobb munkamorált kialakítson. Én remélem, hogy ez tudatosul most már bennük, hogy ami tényleg elég volt, az nem elég. Ki kéne mozdulni egy kicsit a kényelmi zónából. Nagyon őszinte vagyok, kényelmesek vagyunk egy kicsit néha, és ezt már többször szóvá tettem, de amíg egy belső motiváció, illetve egy belülről induló kör nem indul el, addig nehéz ezt úgy látszik átverni rajtuk. A magyar kupa elődöntőjének visszavágóját január 30-án rendezik majd Nyíregyházán. Az elmúlt héten az is kiderült, hogy a kupa döntőjének február 13-án a Continental Arena ad otthont. Az Extraliga tabellájának élén a Kaposvár áll 10 győzelemmel és 1 vereséggel, megelőzve a 9-2-es mutatóval rendelkező Fátum Nyíregyházát.